A nyíregyházi játékosok még pihenőjüket töltik, a klub irodán azonban javában zajlik a munka. Boris Majkovics sajnálatos halála miatt megőrült a másodedzői poszt, és szükség volt egy szakember szerződtetésére. A következő idényben a spanyol Alberto Ona segíti majd Pető Ákos vezetőedző munkáját. Nagyon sok olyan ajánlat érkezett a csapatunkhoz, akikkel tárgyaltam. Volt köztük külföldi és magyar. Magyarra nem tudtunk megegyezni, illetve az igényeink kicsit messze voltak egymástól. Szeretnének ők inkább az akadémiai vonalon dolgozni, ahogy én láttam. És olyan külföldi edzők között keresgéltünk, akiknek az angol nyelvtudása, illetve a végzettsége az megvan. Neki megvan, hiszen a spanyol legfelsőbb edzői végzettséggel rendelkezik. Dolgozott nagyon sok éven keresztül utánpótlásban, dolgozott vezetőedző mellett másodedzőként, tehát egy olyan komplex tudással rendelkezik, amire nekünk most szükségünk van, és nagyon pozitív benyomást keltett, úgyhogy mind az utánpótlás vonalon, mind pedig a felnőtt csapat szakmai stábjában számítunk rá. A napokban két új légiós szerződtetését is bejelentette a klub. Irányító posztra a 23 esztendős Darius Perry érkezik. Nagyon jó nevű egyetemen, Louisville Egyetemen kezdett. Ott inkább kiegészítő szerepben számítottak rá, és ő úgy döntött, hogy szeretne vezérszerepbe kerülni, illetve irányító poszton játszani, és ezért a Central Floridára elment, ahol két nagyon jó idényt sikerült befejeznie. Ami kicsikét rizikóval kapcsolatban, hogy újonc irányító poszton, illetve hát fiatal, hiszen 1999-es születésű, tehát 23 éves, de úgy érzem, hogy a tehetsége megvan hozzá. Remélem, hogy meg tudja szokni így az európai kosárlabdát, illetve meg tudjuk neki teremteni ezt a közeget, ahol a legjobbját ki tudja hozni. Úgy gondolom, hogy támadásban és védekezésben is tud üde színfolt lenni majd a bajnokságban. Itt abszolút vezérszerepe lesz, ezért is fogadta el az ajánlatunkat, hiszen itt garantáltak lesznek azok a játékpercek, ahol tud fejlődni. A másik amerikai játékos, Ty Gross, a négyes poszton mozog otthonosan. Neki is a következő lesz az első idénye Európában. Egy olyan játékos kerestünk, aki atletikus, van kinti dobása, akár ötös posztra is fel tud csúszni, viszont zömmel védekezésben akár a mezőnyjátékosokat is tudja fogni. Ő egy közepes egyetemen, az Eastern Michiganen volt vezér, és a Covid utáni szabályoknak köszönhetően el tudott menni még egy ötödik szuper senior évre a Butlerbe, ami nagyon jó egy nevű egyetem, hiszen a 2010-es évek elején két négyes döntőt is játszott. Ott kiegészítő szerepe volt, tehát ott a számai nem voltak meggyőzőek, viszont az előtte lévő szezonokban olyan számokat produkált, ami meggyőző volt. Ő is egy fiatal játékos, megadjuk neki a lehetőséget, hogy meg tudja mutatni az európai kosárlabdában magát. Még egy mezőnyember és két palánk alatti játékos szerződtetését tervezi a klub. A felkészülés augusztus 10-én kezdődik, a légiósok pedig két héttel később csatlakoznak a kerethez.